A ceglédi nyomozók adatgyűjtést végeztek, amelynek során azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, akit február 5-én tölteli lakhelyén fogtak el. A férfit előállítását követően gyanúsítottként hallgatták ki, amelynek során megállapították, hogy további 4 hasonló jellegű bűncselekmény elkövetésével is összefüggésbe hozható a személye. A rendőrök a gyanúsítottat őrizetbe vették, és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására, amelyet a ceglédi járásbíróság február 8-án elrendelt.